mai vendégem, Berényi Panni, akivel már beszélgettünk egyszer, még tavaly nyáron, amikor terhes volt ezzel a kisbabájával, aki most éppen ott van a karjában, és éppen szopizik, úgyhogy őt lehet hallani itt a háttérben. Panni, köszönöm szépen, hogy vállaltad, hogy beszélgessél velem, főleg így, hogy van egy ilyen kis újszülött kisbabád, aki 3 hónapos, mert azért ez nagyon nagy szervezést igényel. Egy pár szóban mutatkozzál be, jó, azoknak, akik esetleg még nem ismernek. Itt élek Los Angelesben már 8 éve, azt hiszem, és angol tanítok, hogyha esetleg valaki úgy nem látott, még nem ismer. Ugyan szerintem egyébként a célközönségünk majdnem ugyanaz, vagy a felé megy, úgyhogy lehetséges, hogy sokan már esetleg láttatok, vagy megtaláltatok. De az lényeg, hogy angolt tanítok, amerikai angolt, magyaroknak kimondottan, és más hozzáállásra azt mondanám, kimondottan úgy, hogy értelme legyen, hogy egyszerű legyen, hogy logikus legyen, és hogy át tudjam adni az angol gondolkodást, az amerikai angol gondolkodást, hogy magyar nyelvről angol tanulni sokkal egyszerűbben tudjatok. Ugye itthonról dolgozok, itthonról csinálok mindent, itthon vagyok együtt Milával, a kislányommal, úgyhogy ilyenkor mindig úgy örülök, amikor lehet beszélgetni, és akkor így kijön belőlem minden, tudod, mint egy ilyen mély, ilyen terápiás, ilyen mindenféle, hogy eddig ezt gyűjtögettem magamba. Igen, ez is a célja ezeknek a beszélgetéseknek, hogy így őszintén bemutassuk az anyaságot, valós képet adjunk róla, hogy tényleg milyen is az, amikor egy ilyen kis picúrral, aki most lesz 3 hónapos, ugye vele vagy a nap 24 órájában. 27 évesen házasodtam össze a férjemmel, tehát ugye már jó pár éve együtt vagyunk, tavaly házasodtunk össze, rögtön utána terhes lettem, és hát sikerült. Úgyhogy nem tudom, én csak így ezt mondanám erről, de azért is, mert maga az, hogy ugye olyan párat találtam, akiben megbízok, és szerettem, és szeretjük egymást, és érzem a stabilitást, és minden ilyen, és tudtam, hogy nem kell attól félni, hogy jaj, hát mi lesz, hogyha lesz gyerek, vagy ilyesmi. Az ő családja is nagyon támogató. Beszéljünk egy kicsikét a terhességről. Tehát ugye ez egy dolog, amire számítunk, hogy milyen lesz a terhesség, meg az, hogy milyen valójában. Valakinek ugye könnyebb, valakinek nehezebb a terhessége. Te hogy élted meg? Én nekem nagyon egyszerű volt a terhességem, nem volt semmi probléma. Tehát én nagyon szerencsés voltam, áradtabb voltam. Meg már terhesség alatt is, meg most is érzem, hogy az agyam nem ugyanúgy működik, mint előtte, ami nagyon idegesít, mert én nagyon-nagyon sok mindent csinálok egyszerre, vagy hát csináltam, meg szeretnék még, és ahhoz vagyok szokva, hogy nagyon tevékeny vagyok, és hogy folyamatosan pörgök, és hát így ugye, amikor az agyad lelassul, akkor olyan kicsit furi érzés, és akkor így ugye azóta nem is tudok annyira 100%-osan úgy teljesíteni, úgy érzem, így agyilag, meg fókuszálásban, mint az előtt. Itt Amerikában, amikor jártál a nőgyógyászati vizsgálatokra a terhességed alatt, az milyen volt? Valóban minden tökre gyors volt, meg hát nem volt az, hogy kialakítasz egy kimondott kapcsolatot az orvosoddal, sőt, nekem úgy volt, hogy minden időpontnál különböző orvos beszél vele. Tehát nincsen az, hogy na, akkor tudom, hogy ő az én orvosom, és akkor majd ővele fogok szülni, meg ilyenek. Emlékszem, hogy valakitől kérdeztük, mert nagyon szimpatikus volt, hogy ő ott lesz-e, amikor szülünk. Azt mondjuk, hát, hogyha be leszek osztva, akkor igen. Tehát, hogy nem azon múlik, hogy na, akkor tényleg eltökélem magam, hogy segítsek neked, hanem figyelj, ha be vagyok osztva, akkor ott leszek, ha nem, akkor kit érdekel. Ha csak nem gondolom, valaki nagyon ilyen privátban megy, de hát itt meg privátot fizetni, meg fogadni, az meg tényleg nagyon sok. Az orvosi rendszer így itt nem olyan. Meg ugye nincsen ilyen, hogy védőnő. Hogy az kijön meg, hogy akkor rád néz meg ilyenek, tehát hogy ez így nehéz, mert hogyha segítséget akarsz kérni, vagy tényleg olyannak kell lenned, akkor aki tényleg kimondja és megkéri, és azt mondja, hogy na, akkor segítsetek, ez hogy van, mi van, vagy magadtól utána keresel, vagy ilyesmi, vagy ha egyik sem, akkor meg tényleg nagyon elveszettnek érzed magad, szerintem. Jártam szülésfelkészítőre, igazság szerint ugye így ugyanezen a rendszeren keresztül voltak online órák, tehát semmi nem volt élőben, semmi nem volt olyan, hogy na, akkor most fizikailag megtanuljunk valamit,
minden csak papíron, vagy élő, vagy így ilyen Zoomon keresztül, ugye Skype-on keresztül ilyenek, ilyen csoportos óra, de jó volt, mert sok információt átadott, a többit meg én úgy vagy utána néztem, hogyha volt még további kérdésem, vagy egyébként bármikor felhívhattam az orvosi osztályt, tudod, a nőgyógyászati osztályt, és akkor kérdezhettem, és mit tudom én. Tehát az ilyen alapokat megtudtam, hogy milyen lesz a menete a szülésnek, amit mondjuk nem feltétlenül tudtam volna, hogyha ugye nem veszek ilyen órát. Igazság szerint az óra segített, meg az, hogy mellette iszonyat sok YouTube videót megnéztem. Ez az online kurzus kitérte a szülés utáni mentális változásokra, mentális betegségekre. Igen és nem. Tehát ugye nyilván ugye veled már beszéltünk ilyenekről még, amikor terhes voltam. Tehát, hogy kitért, és a kórházban is, amikor szülés után rögtön így mondták, hogy érzem magam, tehát nagyon odafigyeltek arra, hogy tényleg minden oké-e, ugye az anyukával is. Legalábbis ugye többször kérdezgették, hogy minden volt, hogy ki kellett pipálgatni, nem tudom mit, hogy így érzem magam. Ilyen teszteket kellett kitölteni. Igen. És igen, beszéltünk arról is, hogy ha a szülés után ezt meg ezt érzed, akkor mindenképpen szóljál valakinek. Ilyen felületesen, ilyen felszínesen beszéltek róla, hogy azért tudjon róla az ember, hogyha valamilyen megtörténik, akkor ne érezze azt, hogy ez tényleg akkor csak ő. Felkészülnek éreztem magam, mire ugye odaértünk, vagy szüljünk, de hát nyilván bármennyire felkészült lehetsz agyban, amikor nem tudod, hogy a szervezeted hogyan fog reagálni, hogyan fog működni. Hála Istennek én azt mondom, hogy tökre szerencsés voltam, mert elfolyt a magzatvizem, 2 percre rá elkezdtem érezni összehúzódásokat. És akkor még akkor olyan volt, hogy ennyi. Hát ez semmi. Tudod, hogy hát ez tök jó, akkor nekem nem is fog fájni. Mert úgy gondoltam, hogy tudod, hogy már elfolyik a magzatvizem, az azt jelenti, hogy akkor mindjárt szülök, vagy ismi. És ugyan tudtam, hogy nem, de úgy éreztem, hogy de az én testem az így fogja csinálni. Kb. 10 percre vagy 5 percre már eléggé fájt, mert úgy mondtam, hogy menjünk már. Mert ugye rögtön be kell ilyenkor menni a kórházba, amikor elfolyik a magzatvizen. Tudtam volna bőven tűrni azt a fájdalmat még egy pár óráig, ha tudom, hogy azt mondjak, hogy na, még 3 órán keresztül kell ezt tűrni, és akkor oké. Annyira kedves volt mindenki. Annyira tényleg elmondták, hogy mire, hogyan kell odafigyelni, hogy mit csináljak. Ugye nyilván ugye ez amerikai, ez ugye magyar egészségügy, ezt nem tudom, hogyan megy, de elég rossz dolgokat hallottam róla. Nyilván vannak kivételek. És az arról sem beszélnek, hogy még epidurálissal is érzel bizonyos dolgokat. Pár óráig semmit nem éreztem, és akkor utána, amikor egyre közelebb kerültünk a nyomáshoz, újra kezdtem érezni, de csak egy oldalon. Tehát nagyon érdekes volt. Sajnos ugye van ez a fejünkben, ez az ilyen elképzelés, biztos azért ugye, amit látunk, hallunk másoktól, hogy az az igazi szülés, az az igazi jó anyuka, aki epidurális nélkül, minden nélkül megszüli a gyereket, és ez is egy olyan, sok anyukában, lehet, hogy benned nem, de azért sok anyukában ez egy valami fajta szégyenérzetet, vagy csalódottságot hoz ki. Azért az anyaság sokszor az olyan, hogy így megszületik a kisbaba, és akkor így a mély vízbe hirtelen, olyan, mint egy bedobnának. Az első pár hétben ugye azért még vannak ezek a hormonális változások, ugye a szoptatás. Sok anyuka ilyenkor azért megtapasztal, amit mi a baby bluesnak hívunk, ami szinte 86-90%-át érinti az anyukáknak, ami tényleg az első egy hét, két hétben zajlik. Hangulatváltozások, egyik pillanatban még nagyon boldog van, a másik pillanatban pedig sírt, és azt sem tudod, hogy miért sírsz, csak úgy sírsz. Yeah. Nyilván a hormonok változnak, tehát ez általában amiatt következik be. Te ezt megtapasztaltad-e? Igen, egy picit, de úgy volt, hogy igazság szerint ugye én annyira, tényleg annyira vártam már, meg annyira fel voltam készülve, meg ugye annyi, tényleg információ szinten nagyon-nagyon fel voltam készülve arra, hogy anyu legyek, ugye az anyasságra, hogy mi történik azután, miután ugye szültem. És már a kórházban is úgy éreztem, hogy úgy nekem ez megy, tudod, hogy menni fog. Nyilván úgy, hogy nem tudtam még, hogy miből is áll, vagy hogy tudtam, hogy egy csomó olyan lesz, amibe bele kell tanulni, csomó olyan lesz, ami nagyon új lesz, de úgy álltam hozzá, csak tudod a mentalitás, hogy nekem ez menni fog, csak majd ki kell gyakorolni. És,
És most is így érzem, viszont ugye az nem azt jelenti, hogy nincsenek nehézségek, egy csomó nehézség van. A kisbabáddal ugye a szoptatás, hogy az hogyan megy, hogy akkor azt ugye megtapasztalni, hogy a baba is megtanulja, hogy hogyan kell szopizni, akkor te is megtanulod, hogy hogyan kell megtanítani, hogyan kell az egészet csinálni. Nem voltak igazán problémák, szerintem inkább több problémát láttam így agyban, mint amennyi volt. Azt megtapasztaltam, igen, hogy egyszer vagy talán kétszer volt az, hogy nevettünk, aztán elkezdtem valami sírni, és akkor így rám néztem, szóval, hogy jól vagy, és mondom, hogy hát nem tudom, hogy mi van, nem tudom, hogy miért sírok, nem tudom, hogy most izé, de hogy annyi mindent érzek egyszerre, de ugye ez csak két ilyen kisebb volt, nem volt kimondottan olyan, hogy ilyen nagyon szomorúnak érezzem magam, viszont velünk az történt, ugye, amit te már tudsz, de ugye mások azért nem, hogy a Milán egy hetes volt, amikor beteg lett, az ilyen RSV-t, ugye RSV, vagy nem tudom, minek hívják magyarul, azt elkapta, és ezért nem kapott elég jól levegőt. És egy hetesen bementünk az ügyeletre, és akkor ott mondták, hogy az oxigén szintje alacsonyabb, mint ahogyan kéne lennie. Ugyancsak ilyen egy-két számmal volt alacsonyabb, tehát nem nagyon vészes, de mondták, hogy ezért csinálnak pár vizsgálatot, és akkor kiderült, hogy ugye ezt a vírust elkapta, és rögtön be is küldtek minket a kórházba, és benn kellett maradunk egy héten keresztül. Tehát maga Az félelmetes azért. Az igen, félelmetes, amikor ugye az első gyerek, és amikor annyira várod, és nyilván mondjuk általában azért várja az ember a gyerekét, de hogy tényleg úgy éreztem, hogy wow, hogy tényleg ez megtörténik velem, és hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ugye van gyerekem, és hogy lehet, és hogy minden olyan ugyan jól történik, és akkor boom, ez megtörténik, és akkor hú, az nagyon, nagyon rossz volt ugye látni a Milát úgy, hogy rá van kötve gépekre, nem akarják, hogy szopizzon, mert akkor az is úgy blokkolhatja az órát, meg mit tudom én. Na mindegy. Tehát igen, ijesztő volt, és akkor utána azt érzem, hogy volt bennem ilyen szorongás, úgyhogy senki ne nyúljon a gyerekhez, persze, senki ne jöjjön át, hogyha csak hallottam hírből, hogy a családban valaki köhög, akkor már rögtön ki voltam akadva, hogy az akkor biztos ne jöjjön a közelébe, na de ugye azon márnak vannak gyerekei, ugye az előző párkapcsolatában, van egy 8 éves kislányom, aki pont beteg volt, amikor a Mila született, de csak egy ilyen kicsit ilyen köhögött, meg mit tudom, és egyre jobban köhögött, és akkor azon az első héten velünk volt. Ugyan nem biztos, hogy tőle kapta el, mert elmentünk ugye Thanksgivingre. Igen, tudom, mindenhol más a helyzet, mindenhol mások a szokások, ugye általában a gyereket ne vitt sehova, mondjuk 3-4 hétig, vagy még tovább, de mi egy hetesen elvittük a Milát Thanksgiving vacsorára, és ott kiderült, hogy na, az volt az olyan vacsora, amikor én azt hittem, hogy mindjárt kikaparom valakinek a szemét, annyira ideges voltam, meg mérges, meg ugyan mindenféle. Ugye egyrészt nyilván egy hete szültem, tehát még bennem is tombolnak a hormonok, meg minden, meg ugye fizikailag, és láttuk, hogy 4 gyerek volt, azt hiszem, a vacsorán, mindegyik beteg. Mindegyik rohangál, taknyosan mindent megtapogat, és akkor utána azt látom, hogy a sógornőm a gyerekek kezébe adja, a kis két éves, három éves gyereke kezébe adja a Milát. Érthető, eleve baromi ijesztő egy egyhetes kisbabával társaságba menni, még akkor is, hogyha ez ugye része a szokásoknak. Ugye nem beszélve arról, amikor beteg valaki, igen, azért az pláne, és hát nyilvánvalóan valahol itt kaphatta el, és utána mentetek a kórházba, ami meg még pláne még ijesztő, főleg, hogy mondtad, hogy nem is akarták, hogy szoptasd, akkor nyilván az még bekavarta a tejtermelésbe és a szoptatásba. Úgyhogy az, hogy te ezek után szorongsz, az abszolút érthető. Anyukáknál azért ez nagyon sokszor előjön, hogy ez a határoknak a kiszabása, a megszabása, és sokszor így az anyukák félnek attól, hogy például mondjuk elmennek vendégségbe, ha egyhetes a kisbaba, ha 2-3 hónapos, hogy azt mondják, hogy én nem adom oda mondjuk a kisbabámat, vagy nem akarom, hogy mondjuk valaki megfogja, közel jöjjön hozzá, vagy csak egyszerűen azt mondjuk, hogy nem fogunk részt venni abban, azon a családi eseményen, mert ugye ott van ez a
kvázi megfelelési kényszer, hogy azért ne gondolják rólam azt, hogy én mondjuk nem vagyok egy barátságos ember, hogy én az az anyuka vagyok, aki nem akarja, hogy a gyerekéhez hozzányúljanak. Pedig a határoknak a kiszabása az rendkívül fontos, mindig, főleg akkor, amikor valakinek egy újszülött kisbabája van. Mert én mindig azt szoktam mondani, hogyha amikor te nemet mondasz másnak, ilyenkor valójában igent mondasz saját magadnak. Igen, ez nagyon szép. Ez egy nagyon szép gondolat, igen. Szeretem, amikor ilyen jó gondolatokat mondasz, amire mindig emlékszem. Eleve nekem ezzel problémám van. Tehát eleve tudom, hogy gyerek nélkül is nekem a nemet mondás az nagyon nehéz. Mindenkinek igent mondok mondjuk bizonyos dolgokra, amíg nincsen gyerekem, de ahogy gyerekem van, és mindig ugyanezt csinálom, és ez már rá is kihat, az már egy másik dolog, és valóban, tehát már onnantól kezdve ezzel problémám volt, és úgy, tudod, maga az az érzés, hogy amikor ugye van a családod. Mondjuk a családodnak még egyszerűbben mondasz nemet, a saját családodnak, mert tudod, hogy ez a te családod, a saját anyukád, apukád, akármi, nem mondanék, hogy nem, mert azt mondtam, ugye? Mert hozzá vagy szokva. De az anyósodéknak. Akkor a sogornődéknek. Akik ugye kedves akarsz velük lenni, úgymond meg akarsz nekük felelni, mert nyilván nem akarsz bunkó lenni velük, meg ilyesmi, és még mondjuk esetleg a kapcsolatotok még mindig alakult, tehát nem olyan régen ismeritek egymást, akkor sokkal nehezebb ezeket betartani, és én például abszolút így ezt érzem, de ez az, amire emlékeztetnem kell magam, hogy ez nem miattam van, hanem ez miatta van. És hogyha valami történik, főleg most mennyire megtanultuk, hogyha ha nem tartjuk be ezeket a határokat, akkor ez történhet. Úgyhogy azóta én is, meg az Omár is mindketten megtanultuk, hogy sokkal jobban nemet kell mondani, sokkal jobban arra kell fókuszálnunk, hogy mi jó nekünk és a Milának, mint hogy ne bántsunk meg másokat. Igen, meg udvariasan is lehet nemet mondani. Azt pedig, hogy ugye a másik ember azt hogyan éli meg, hogyan reagál, az viszont már nem a mi felelősségünk. Igen. Említetted ezeket a korlátozó, ilyen öngátló gondolatokat, amelyek amúgy mindannyiunkban léteznek, amelyeket általában ugye gyerekkorunkból hozunk, az alapján nyilván, hogy hogyan neveltek minket, hogyan bántak velünk gyerekkorunkban, milyen volt a környezetünk, és hogy mi milyennek láttuk a világot, és ezt hogy éltük meg. És ezek a korlátozó, ilyen öngátló gondolatok ugye még inkább felerősödhetnek, ahogy te is mondtad, amikor mi válunk anyává vagy szülővé. És ez ugye nagyon is kihathat, meg befolyásolhatja azt, hogy mi akkor hogy mozgunk a világban, mint egy újdonsült anyuka, milyenek vagyunk a gyerek, a kisbabánkkal, meg a környezetünkkel. Igen. Igen, én ezt abszolút érzem, és azt érzem így hétköznapokban, hogy folyamatosan próbálok ezeken túllépni, tehát ugye tudatosan, és néha azt érzem, mint hogyha tényleg lenne egy súly, ami így visszahúz, és próbálsz, vagy hogy próbálsz az ár ellen menni, vagy nem tudom, hogyan mondjam, és próbálod, de tudom, hogy egyszer, tehát hogy vannak olyan pillanatok, amikor sikerül, és sikerül azt mondom, hogy igen, elhagytam, de ugye nyilván, amikor újra stresszbe kerül az ember, vagy olyan helyzetbe, akkor újra előjöhetnek, de annyira oda kell erre figyelni, hosszú időn keresztül, nem tudom, hogy egyáltalán van olyan, hogy tényleg örökre-örökre automatikusan megoldotta az ember, és már nem jön elő. De én úgy érzem, hogy mindig is ott van az emberben, csak megtanuljuk, hogyan kell kezelni, és megtanuljuk, hogyan kell lehalkítani. Nagyon sokan úgy élünk a világban, hogy nem is vagyunk ezzel tisztában, hogy nekünk vannak ilyen gondolataink, ilyen korlátozó gondolataink, tehát tudatosítani magunkban. És ahogy mondod, ez egy mindennapos munka, valamelyik nap küzdelem, valamelyik nap jobban sikerül, valamelyik nap kevésbé sikerül őket legyőzni. És ahogy mondtad, amikor egy stresszes helyzetben vagy, akkor érthető, hogy akkor jobban előjönnek, mert hát amikor egy olyan szituációban vagyunk, ami tényleg szorongást vált ki, ami ilyen mondjuk konfliktus van, akkor ezek sokszor így ilyen, mint egy automatikus reakcióként jönnek. De sok gyakorlással azért le tudjuk lassítani azokat az automata folyamatokat, és esetleg észrevesszük azt, hogy hoppá, ez az a korlátozó gondolat, akkor lassítsuk ezt le, és akkor próbáljunk meg valami másképp csinálni. Igen, viszont ugye közben meg sokszor azt érzem, hogy ki vagyok én egyáltalán?
Hát eddig én ez az ember voltam, most meg nem. Tehát akkor most azt jelenti, hogy akkor most emiatt akkor nekem az egész személyiségem megváltozik. Tehát ugye utána szerintem ezzel is van egy ilyen kis harc az emberben, hogy akkor ki vagyok én egyáltalán? Tudod? Úgy örülök, hogy ezt fölhozod, ez az identitás kérdése, mert egyrészt ez igen, ilyenkor följöhet, amikor ugye saját önmagunkon dolgozunk, de amikor meg anyukák vagyunk, vagyis leszünk, Igen. akkor meg ez az identitás változás, ami ugye egyik nap még ez voltam, és akkor ma pedig egy anyuka vagyok, de azért az a régi énem még most is itt van, de már nem úgy, meg másképp, meg teljesen más az életem, és azt amúgy, a legtöbb anyukának amúgy ezt a legnehezebb úgymond feldolgozni, kitalálni, megtanulni, hogy hogyan építhetem be, így integrálhatom be a régi énemet, az új énembe, az új identitásomba, hogy azért ott legyen, de nyilván másképp is van ott. Igen, főleg szerintem, ugye nyilván azért, mert sok minden változik, de azért is, mert ugye a prioritások abszolút megváltoznak. Ugye teljesen máshogy gondolkozik az ember, illetve a testünk, ugye a testünk annyira megváltozik. Igen, vannak olyan szerencsés emberek, ugye, akik tökre vékonyak, mondjuk terhesség alatt is, utána is rögtön úgy vissza mennek ugye abba az alakba. Rajta még van kb. 15 kiló plusz ahhoz képest, mint amikor ugye még terhesség előtt. Türelmes vagyok magammal, mert nyilván tudom, hogy miért van rajtam ez a plusz, de attól függetlenül nyilván fura nézni, főleg úgy, hogy én mindig is vékony voltam. Azt elfogadni magamban, hogy most én ez az ember vagyok, és ez oké, okay, ez tökre nehéz, hogy nem csak mentálisan, nem csak az, hogy identitás alapján, hanem fizikailag is, ugye kinézetben, hogy ó, eddig bármit felvehettem, most tök mindegy, mit veszek föl, így is úgy is van hurkám. Vagy, hogy tudod, ilyenek is, hogy ez olyan fura, hogy nem tudok azzal azonosulni, és szeretnék ellene tenni, de közben meg kell tanulnom, hogy majd eljön az az idő, de addig, amíg tesz ért az ember, vagy addig, amíg el nem ér oda, addig ez van. Ez a normális, tehát jó, hogy te már odáig eljutottál, hogy ezt így elfogadod, vagy próbálod elfogadni, próbálom. De sokszor elfelejtünk úgymond hálát adni a testünknek, meg úgy felismerni, hogy azért a testünk mire volt képes, tehát hogy 9 Igen. hónap alatt tényleg egy gyereket, egy kis élőlényt, egy embert növesztett a hasadban, ahogy a szerveid tudták, hogy hogyan rendezzék át ott önmagukat azért, hogy helyet kapjon, ugye Igen. a Mila, hogy utána volt a testednek annyi ereje, hogy még ha epidurálissal, ha nem, ha császárral, ha nem, hogy megszülje, akkor hogy szoptatja azt a kisbabát. Igen. Tehát ez az lenne a furcsa, és szerintem azok az anyukák furcsák, akik pontosan ugyanúgy néznek ki szülés után, 7 héttel, 3 hónappal, 1 évvel, mint a terhesség előtt. Megosztanál egy-két ilyen gondolatot, ami így benned van, hogy azért hát, ha mások is ehhez Igen, tudnak igen, viszonyulni, igen. azonosulni. Pont arra gondoltam én is, hogy jó lenne megosztani, mert akkor lehet, hogy több ember úgy észrevesz, hogy jó, bennem is vannak ilyenek. Igen. Az enyém az, hogy mindent egyedül kell csinálnom, és hogy nincsen támogatásom, nincsen segítségem, ez az egyik. Még akkor is, amikor van, mert például ilyen helyzetben lenne, de mivel nekem ez az ilyen visszatartó berögzült gondolatom, ezért nem is kérek segítséget, és mivel nem kérek segítséget, és nem szólok senkinek, ezért valóban azt érzem át, amiben van. Számodra mit jelentene önmagadról, hogyha segítséget Ja. kérnél? Hát az ugye, hogy akkor ugye mások mondjuk hogyan néznek rám, meg hogy én is hogyan érzem magam ettől, hogy nem vagyok elég jó. Hogy mi az, hogy még csak három hónapja vagyok anyuka, és már nem megy. Tudod, hogy már segítség kell, hogy még csak ennyit nem bírsz. Nem vagyok elég jó anyuka, mert hogy kéne segítség, vagy nem vagyok elég jó nő, vagy ember, csak úgy alapjában véve, hogy mi az, hogy én nem tudok mindent megcsinálni, hogy ja, a háztartást vezessem, a gyerekkel foglalkozzak, akkor még azért próbáljak meg normálisan is kinézni, vagy ugye hát jól kinézni, akkor még menjek el edzeni, és ja, közben még dolgozzak, akkor legyen mindenhol rend, akkor közben még tanítsam is a gyereket, hogy ugye a mentális fejlődése fú, de szuper legyen, és mindenkivel legyek jó fej, és akkor ugye még ezt így folytathatnánk,
És ahogy ezt így most folyamatosan. elmondod, azért mennyire irreálisnak tűnik, mert amúgy sokszor ez is egy tök jó gyógyszer erre, hogy Igen. hangosan a tükör előtt, ha nem is beszélgetünk senkivel, de kimondjuk ezeket, hogy akkor ez mit is jelentene, és akkor kezdjük így felsorolni, Igen. mert hát mennyire irreálisnak tűnik ez Igen. tényleg, hogy... És azt még nem is tettem hozzá, hogy párkapcsolat, Igen. hogy legyek jó feleség, tudj mondjuk odafigyelni a partneredre, hogy tudj vele is foglalkozni, ugye nyilván érzelmileg, fizikailag is, ami ilyenkor tökre nehéz, mert ugye mondjuk vagy nem tudsz odafigyelni, mert mindenfelé, másfelé megy a gondolatod, vagy ugye mondjuk fizikailag, meg nagyon sokszor van az, hogy még nem tartasz ott, ugye? Vagy a hormonok miatt, vagy a tested miatt, vagy akármi miatt. És ez egy nagyon megnehezíti az egészet. Na most ezek közül nekem a másik ilyen visszatartó gondolatom a tökéletesség. Hogy miért nem akarok segítséget kérni, azért mert, hogy akkor nem vagyok elég jó, akkor nem vagyok. Ez mind ugye összeköti a tökéletességre vágyással, a maximalizmussal, hogy de nekem muszáj, hogy minden menjen, de nekem muszáj, hogy mindent tudjak csinálni, egyszerre bla bla bla. És akkor ugye ez még jobban felerősíti az egészet. És közben egyébként valóban mindezeket, amiket elmondtam, én ezeket mind csinálom minden nap. Ezt próbálom egyensúlyban tartani, és szerintem a legtöbb anyuka, a legtöbb feleség, ugye a legtöbb partner próbálja. Igen. Van, akinek egyszerűen megy, van, akinek nem. És ott ilyenkor közben azon is gondolkozok, ami így bejön, hogy ugye mondjuk mi az, hogy nekem nehéz, amikor a, nem tudom, a Julcsinak 3 gyereke van, és nekem csak egy van, és akkor, hogy nekem már most nehéz, akkor mi lesz majd, amikor több? Tudod, hogy maga ezek a gondolatok, amikor elkezdjük magunkat összehasonlítani, és annyira nehéz nem összehasonlítani magunkat, főleg úgy ugye, hogy social media, hogy Instagramon látod, hogy mindenki csak a legjobb arcát mutatja, és hogy fú, hát ez az anyuka is, hogy leadta a súlyt rögtön, meg mit tudom én, meg ilyenek, de nyilván nem látjuk, hogy mi van mögötte. Igen, ezért szoktam elmondani így sokszor anyukáknak, új anyukáknak, hogy igenis ki lehet, vagy le lehet némítani azokat a posztokat, vagy azokat a ilyen oldalakat, ahol ilyeneket látsz, mert igenis károsak. Nem tűnnek annak, de ha naponta ezeket látjuk, akkor ugye rögtön elkezdjük magunkat megkérdőjelezni. Összehasonlítgatás, ugye hát ez nagyon gyakori minden anyukánál, hogyha neki 3 gyereke van, nekem egy, hogy neki olyan könnyen megy. Ugye egyrészt nem tudjuk, hogy könnyen megy neki, valószínűleg nem. Ő, legalábbis nem gondolom, hogy ő úgy érzi, hogy neki könnyen megy. A másik meg, hogy azért a saját tapasztalatunk, ha egy gyerekünk van, az azért érződik nehéznek, mert nehéz. Nem azért érződik nehéznek, mert veled valami baj van. Nekem nem kellene így éreznem, mert a másiknak sokkal rosszabb, akkor ha ezt a logikát követem, akkor az sem lehetne igaz, hogy én nem lehetek boldog, nem érezhetem jól magam, mert van valaki, aki boldogabb, meg aki jobban érzi magát. Maximalizmus pedig a perfekcionizmus, vagy egyik rizikofaktor a szülés utáni szorongása, mert ugye amikor maximalisták vagyunk, nyilván egyrészt az azt jelenti, hogy jól akarunk teljesíteni, tényleg motiváltak vagyunk, viszont amikor új anyaként, hát és azért te még nagyon új anyuka vagy, ugye most a 3 hónapos a kisbabád, azért az baromira kimerítő. Tehát nem Igen. Csak fizikailag, de mentálisan és érzelmileg is. Ugye anyukám is itt van, az Omár szülei is itt vannak. 15 percre, 5 percre laknak. Tehát van, csak én nem kérem a segítséget, ugye? Tehát úgymond nincsen segítség, mert én nem kérem, és emiatt kreálok olyan szituációt magadnak, mintha nem lenne. Mindenkinek az életében ugye vannak olyan időszakok, szezonok, amikor kapunk, meg amikor adunk. És anyaként azt gondoljuk, hogy ez az időszak, ez a szülés utáni időszak, az a szezon, amikor nekünk adni kell. Nyilván a kisbabánynak adunk, de valójában ez az az időszak egy nő életében, amikor kapnia kell. Igen. Mert nem tudod egyedül csinálni, meg nem is kell egyedül Igen, csinálni. Ez olyan érdekes, mert nekem, ha ezt mondod, hogy nem tudod egyedül csinálni, én
ezek a gondolatok miatt, ugye, hogy nekem nincsen segítségem, de közben nem is kell a tökéletesség, hogy de én mindent meg tudok csinálni egyedül, és hogy én mindent tudok csinálni, és egyébként hozzá van még a megfelelési kényszer is, akkor ha nekem azt mondod, hogy mert nem kell mindent megcsinálni, én bennem egy nagyon fura negatív érzés van, hogy mi az, hogy nem kell mindent egyedül Igen, csinálni. nyilván ez hozzá kapcsolódik Igen, ahhoz a és hogy, gondolatmenethez. mert hogy nem tudsz mindent egyedül csinálni, bennem rögtön egy ilyen kapcsoló így bekapcsolódik, vagy ilyen villanyi felkapcsolódik, hogy hát de én tudom. Hogy mi az, hogy én nem tudom, én mindent tudok. De nyilván nem tudok mindent, de ugye ezek a berögzölt dolgok, hogy én mindenre képes vagyok. Meg egy ideig, óráig tudod. De Igen. De ha elképzeled, hogyha így kellene csinálnod tényleg még a következő, nem tudom én, 10 hónapban, Ja. minden nap, egy idő után azért az valamilyen formában elő fog jönni, mert Igen. a kapacitásod az neked is véges, mint mindenkinek. Igen, és az a jó, hogy azon már mi tudunk ilyenekről beszélni, és pont volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy amikor én rájöttem, hogy most mi a probléma, ugye úgy mit érzek problémának, akkor elmondtam neki, megbeszéltük a dolgokat, és akkor ő meg elmondta az ő oldaláról, hogy mi az ő igazsága, ugye mit lát ő valóságnak ebben, és ő is mondta, hogy de hát itt vagyok, hát mondtam neked 1000-szer, hogy kérhet segítséget, és itt vagyok, és segítek, és szóljál, és bla bla bla, de ha nem szólsz, akkor nem tudom. A kommunikáció nagyon fontos itt tényleg, hogy olyan a párkapcsolatod, ahol tudod, hogy biztonságban tényleg elmondhatod biztonsággal a párodnak azt, hogy neked mi fáj, és hogy mire van szükséged, az tényleg mindent meg tud változtatni, lehetőleg jobb irányba. A másik meg ugye a segítségkéréssel, tehát a kommunikációval kapcsolatban sokszor a segítség, amit mi kapunk, a számunkra nem érződik segítségnek, mert lehet, hogy a másik ember neked jó szívvel segíteni akar, de neked nem az a segítség kell. Ne vádoljuk a másikat, hanem inkább úgy fejezzük ki, hogy én nekem erre van szükségem, vagy hogy én így érzem, meg úgy igen, érzem magam. Ugye igen. Ugye angolul ezt az I statement, ezt Igen, úgy igen, annak igen. nevezzük. Ezért fontos, hogy tényleg a párkapcsolatban lehetőleg olyan legyen a kommunikáció, vagy hogy olyan legyen ugye a viszony, hogy ott biztonságban érezze magát mind a két fél, hogy nyíltan, őszintén elmondhassák egymásnak azt, hogy Igen. hogyan éreznek. És ha már így a párkapcsolatokról beszélünk, akkor kicsikét beszéljünk arról is, hogy tényleg egy babának a jövetele azért az minden párkapcsolatot megváltoztat. Igen. Ugye a te esetedben ugye még arról is beszélhetünk, hogy ez egy múlt, tehát egy különböző kultúrákból jött. Igen. Ugye ő az Omar ugye egy más kultúrából, nagyobb családból származik, te ugye Magyarországról, Igen. ugye anyukáddal egyedül nőttél fel. Ezt hogy látod, hogyan hat ki? Időbeosztás teljesen más. Az, hogy mit csinálunk, hogy mire van időnk, hogy mit engedünk meg magunknak, az teljesen más. Illetve még mindig tapasztaljuk azt, hogy hogyan, nem tudom, hogyan forrasztjuk össze azt, hogy a Milának az időbeosztása, az Omáré meg az enyém munkával mindennel együtt, hogy ez hogyan lesz nekünk a legideálisabb, de szerintem ez amúgy is szezonálisan változik, úgy szinte mindenkinél. Tehát ez a romantikus kapcsolatunkat ugye nyilván megváltoztatta olyan szinten, hogy nincsen annyi időnk, nincs annyi figyelmünk egymásra, legalábbis nekem nincsen rá, mert annyira ugye odafigyelek a Milára, meg Persze. folyamatosan vele vagyok. Hát meg fáradt is vagy, tehát annál Igen, a kialvatlanság. igen, és akkor nyilván ugye ez a szexuális életre is hat. Hozzá voltunk szokva a fizikai romantikus életünk. Nyilván, hát gyerekkel ez nem így történik. Ugye egyre kevésbé gyakori lesz, legalábbis amíg ugye ki nem találja az ember, hogy hogyan vannak a rutinok összeegyeztetni, és így tovább, meg amikor nyilván iszonyat fáradt vagy, mentálisan, fizikálisan minden, akkor nyilván nem az az első, hogy na akkor. és ez nehéz, még a Mila pici, ezért még így is, hogy nincsen lekötve a kezem, de mégiscsak le vagyok kötve, és mégiscsak folyamatosan vele foglalkozom, és ugye rá figyelek, és fizikailag is őt fogom, ő neki adom azt az érintést, azt a fizikai szeretetet, és ez úgymond megvonom a páromtól.
nyilván nem tudatosan, de erre emiatt tudatosan oda kell figyelnem arra, hogy őre is oda tudjak figyelni, mert bármennyire is azt mondjuk, ugye, hogy igen, az anyukáknak kell a segítség, és ez nem arról van szó, hogy mi csak adunk, 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 hanem ugye kapnunk kell, de közben mégiscsak adnunk kell, nem csak a gyerekünknek. Amikor az ember megszül egy gyereket, akkor nagyon sok időbe, tehát az tényleg időbe telik, amíg felépül, amíg tényleg úgymond fizikailag is felépül a szülés után, főleg, hogyha ugye hüvely Igen. úton szültél, Igen. akkor azért hát amilyen ilyen óriás bugyikat kell ugye hordani a Szexi. kórházban, meg hát tényleg szinte pelenkában jársz Igen, pár igen, igen. napig, és azért utána is sok idő, hetek is eltelhetnek addig, és ugye itt Amerikában ugye 6 hét után elmész az orvoshoz, és általában az a 6 hét az arról szól, hogy na, akkor rendben van anyuka, most már nyugodtan Igen. szexuális életet is élhet, viszont valószínűleg az az utolsó gondolata akkor még az anyukának, mert annyira fáradt, még nem feltétlenül érzi úgy magát, se fizikailag, se mentálisan, hogy akkor rögtön tehát ilyen formában intim legyen, és ezért, amit az előbb mondtál, tehát, hogy azért az intimitásnak lehet más formája is. Fogjátok egymás kezét, vagy van egy Igen. 5 perc, amikor mondjuk a kisbaba alszik, és akkor egy ilyen 5 percet kijelölünk arra, hogy nem tudom én, este 6-kor mondjuk mindig alszik a kisbaba, akkor 5 percig mondjuk a konyhában, vagy a nappaliban leülünk, és akkor Beszélgetünk. beszélgetünk, mert az is Egymásra intimitás. nézünk. Így van. Ez is az Mert intimitásnak a része. igen, mert én például azt érzem, hogy sokszor annyira, ugye még a szemem is folyamatosan a babám van, nyilván, hogy minden oké vele, ezért nehogy hányjon, vagy felköpjön valamit, vagy akármi, hogy félreforduljanak, hogy nem nézek a páromra. Még akkor is, amikor mellettem van, ugye, mert annyira el vagyok foglalva. És már csak az, hogyha van egy pár percünk arra, hogy na, milyen volt a napod nekem, milyen volt a napom, mondjuk egy ilyenről beszélni, és érzem azt, hogy jé, a szemébe nézek, és ugye ez egy ilyen új dolog nekem, hogy jé, milyen rég néztem a szemébe. Első 3 hónap születés után, az a 4. trimester, Igen. ugye azt szoktuk mondani, hogy a kisbabák, mint hogyha 3 hónappal korábban születnének meg, mint kellene nekik, tehát az a 9. hónap is 3 hónappal hamarabb van, mert hogy ez az a szimbiózis időszaka. Tehát ugye mi anyukák azt képzeljük el, lehet, hogy a könyvekből, megint ismerősöktől, hogy jaj, csak letesszük a babát, majd ott marad, majd jól betréningeled és alszik, Ezt annyiszor hallottam. de valójában a valóság, meg a biológia is azt mutatja, hogy tényleg ilyenkor a kisbabák, hát a elképzeled 9 hónapig benned volt. A te szagodat ismeri, a hangodat ismeri, azt, hogy ver a szíved, és ezért annyira fontos, hogy ezek a babahordozók ilyen világbajnokok, és amúgy anyukák ilyen mentális egészségét tudják sokszor megmenteni, azáltal, hogy oda beteszed a kisbabát, ő úgy érzi, hogy ugye a közelséged miatt ő úgy érzi, hogy azért mintha benne lenne még a testedben, Igen. és így van 2 szabad kezed is, tehát nem kell hordozni, mert mint hogy fogni, és élheted a napjaidat. Terhesség előtt világrekemben arra gondoltam, hogy aki ezt az ilyen hordozót, meg ilyen magadra kötött, meg ez ilyen hippi dolog, abszolút nem arról van szó, és abszolút nem olyan. Annyira ellenkezik mindazzal, amit mondjuk a szüleinktől hallottunk. Ugye, vagy nem biztos, hogy mindenki, de legalábbis én mindenképpen, meg ugye az anyukám korabeliek, hogy hát miért nem csináltunk? Hát csak letetted a gyereket? Hát alszik. A sír, akkor ha sírjon. Addig sír, amíg sír, aztán majd elaltatja magát. Na, de ugye most már tudjuk, szerintem azért is, mert nyilván a tudomány még nem tudott annyi mindent akkoriban, Persze. hogy az első 3 hónapban, ha sírni hagyod a gyereket, az nagyon nem jó, ugye, az mentálisan is rossz, illetve a fejlődésükre is rossz mindenképpen, fizikailag is minden. Úgyhogy ugye ez például egy másik dolog, amit ugye megtanulni, hogy a tanácsokat hogyan kezelje az ember. Erősödik a tüdeje, jaj, mindig ezt mondtam, hogy majd erősödik a tüdeje, és ez annyira ilyen horrorisztikusnak éreztem már gyerekként is, mert engem a mai nap ilyen nevetve mesélték az én szüleim, csak egy kicsikét személyes témát osztak meg, hogy engem 2 hónaposan egész éjszaka üvölteni hagytak, és sérvem lett, és meg kellett műteni. Terapeutaként meg aztán, hát pláne tudja az ember, hogy azért az érzelmileg
elképesztően stresszes egy kisbaba számára. Azt tudjuk ma már kutatásokból, hogy ha egy kisbabát ugye konzisztensen, tehát rendszeresen mondjuk nem veszik fel, vagy nem próbálják ugye megnyugtatni, amikor sír, mert lehet, hogy éhes, vagy álmos, vagy nem tudom, piszkos a pelenkája, vagy csak egyszerűen rossz a hangulata, és a közelségedet kívánja, mint ahogy most ugye te is ugye ott tartod a kisbabádat. Tehát, hogyha ez a konzisztensen ez nincs meg, akkor bizony az idő elteltével a kötődési formája nem biztonságos lesz. Felnőttként ez amúgy ránk kihat, ahogy mi a világot látjuk, ahogy mi létezünk egy kapcsolatban. Tehát szerencsére mai világban már megvannak ezek a kutatások, és hát informálódhatunk erről, hogy azért tényleg egy csecsemőt nem lehet elkényeztetni az első 12 hónapban egyáltalán. Igen. Azon már egy családja, pedig teljesen az ellentetje, hogy mindig szeresd a gyereket, ne hagyd sírni kb. Egy kicsit se, és hogy ők meg tényleg teljesen az ellentet, és inkább ők meg túlnyomják ezt a jaj, csak mindig legyen nyugodt, mindig legyen boldog, a helyet, hogy azért egy picit, egy néha lehet hagyni, nem azt mondom, persze, hogy, persze. Hogy este, vagy akármi, de hogy jó, hogyha most egy kicsit sír, nem kell rögtön rohanni, és minden csapot, papot ott hagyni, és nekünk például ezzel kapcsolatban voltak ilyen, hát ilyen nem veszekedések, de ilyen kis konfliktusok. Ki kell találni, hogy a mi családunknak, ugye a mi dinamikánknak mi az, ami megfelel, és mi az, amit mi együtt elhatározunk, hogy így fogjuk csinálni. Alvással kapcsolatban is nagyon sok ilyen van, ugye sírással és így tovább. Tehát, hogy itt például nagyon bejön ez a kulturális különbség. Te hogyan kezeled személy szerint ezeket a kéretlen tanácsokat, amelyből mindig elég van? Igen. Mindig. Jaj, erre egy nagyon nagy levegőt kell vennem már most. Igen. Ahogyan megszületettem, rögtön kaptam mindenkitől a tanácsot, de úgy, hogy nem kértem, és amikor mondjuk a 40. tanácsot kapod, úgyhogy de meg se kérdeztem, tehát nem kérdeztem, persze. És úgy Ezek mondják. Ezek jönnek maguktól. Igen, mert azért, mert ugye nyilván az ember akar segíteni, és alapjában véve, amikor te csak el akarod mondani a frusztrációdat, te csak meg akarod azt mondani, hogy most ez történik, de az csak azt jelenti legalábbis az én szempontomból az esetekben, hogy én csak ki akarom adni az érzéseimet. Na, de erre mindig jöttek, de hát miért nem csinálod így, de hogy úgy kéne csinálod? Ez azért van, mert nem úgy csináltad, mert egy ideig úgy tűrtem, és akkor így jöttek a mindenféle tapasztalatok, meg javaslatok, meg ilyesmi, és úgy voltam vele, hogy ja, hát akkor lehet, hogy tényleg ez így van, és akkor az igaz, hogy én valamit nem úgy csináltam, vagy máshogy kellett volna. Annyira tele van az ember feje az összes ilyen mindenféle tapasztalattal, tanáccsal, és így tovább, hogy már túl sok, és rájössz, vagy legalábbis én rájöttem, hogy bárki, aki tanácsot ad neked, az az ő élet, az ő tapasztalat, az ő szempontja alapján van. Nem az alapján, hogy figyelj, a tudomány alapján, amilyen kutatásokat végeztek, az ezt mondja, és esetleg próbáld meg azt, ha valaki nekem így mondana valamilyen tanácsot, azt mondanám, hogy sokkal hamarabb megfogadom, mint azt így meg így csináltuk, de mondjuk 40 évvel ezelőtt. Ugye, hát nyilván azóta egy csomó minden változott, lehet, hogy ez az ember azért csinálta, mert nem volt más lehetősége. Megtanulja az ember, hogy hogyan kell ezeket kiszűrni, úgyhogy lehetséges, hogy van közte jó tanács, de eléggé valószínű, hogy nem sokat kell belőle megfogadni, vagy csak azt, amit tényleg a te helyzetedre, a te szituációdra, a te családodra, igaz? Az emberek nyilván, tehát ahogy te is mondtad, ugye a saját tapasztalatokból merítenek, és azért mondják neked azt, hogy csináld azt, amit. Igen. Megsokszor a saját bizonytalanságaikat vetítik ki te rád. Csak hagyd sírni a gyereket, nem lesz abból semmi baj. És lehet, hogy mondjuk, ha valaki ezt mondja, akkor ő rosszul érzi magát amiatt, hogy hagyta a saját gyerekét bömbölni, és pont így vetíti rá a saját érzéseit. Minden anyuk emlékeztesse magát erre, hogy
hogy mondtad, a te családodnak mi működik, meg mindenkinek más egy gyereke. Tehát azt annyira elfelejtjük, hogy ez a kisbaba, tehát azok nem egy ilyen homogén, mindegyik kisbaba pontosan ugyanolyan, mindegyik kisbaba Igen. más, mint ahogy mi is másmilyenek vagyunk. Tehát Igen. valaki többet eszik, valaki kevesebbet, valaki éjszakai bagoly, valaki szeret korán felkelni. Tehát ez Igen. ugyanúgy igaz a kisbabákra is, nem beszélve arról, hogy ez változik egy kisbabánál is folyamatosan. Szülés utáni 6 hetes orvosi időpontod ugye online volt, tehát nem személyesen, hogy sokszor amúgy, amikor ilyen kérdésekre adunk választ, hogy most milyen a hangulatom, mennyire vagyok depressziós, mennyire vagyok szorongós, ezért ezzel annyira sok szégyenérzet is társul, hogy sok anyuka, még ha ott is van előtte a kérdőív, nem válaszol rá őszintén, mert ugye ehhez annyira fontos, hogy meglegyen ez a bizalmi viszony, ez a bizalmi kapocs azzal az orvossal. Igen, meg szerintem ez azon is múlik, hogy éppen milyen napod van. Mert Igen. szerintem még, hogyha amúgy valaki tényleg ezt a szülés utáni depressziót átéli, de pont egy jó napja van, mert pont mondjuk tökre mindenki jött, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy akkor azok a napok csak azért voltak, mert az pont nehéz volt, és akkor a mai nap az jó, és akkor az alapján töltöm ki. De közben én meg arra is gondoltam, hogy mondjuk, ha máshogy kérdeznék a kérdést, hogy ezekre mind nemet mondok, de mondjuk, hogy zavar az, hogy mondjuk 3000 ember akar átjönni, és már most a gyereket látni, igen, tökre zavar, vagy hogy az, hogy még mindig ott van az okni a földön. A bizalmi viszony, ami van, ami megvan, vagy kialakulhat ugye azzal az orvossal, illetve a gyakorisága azoknak a viziteknek. Tehát ennek a kettőnek meg kell lennie ahhoz, hogyha mondjuk lehet, hogy azon a szűrővizsgálati formanyomtatvány mondjuk nem pont úgy teszik fel a kérdést, de mondjuk ha neked jó a kapcsolatod ugye az orvosoddal, és ismer téged valamennyire az az orvos, vagy te megbízol benne, akkor ezek a témák, vagy ezek a problémák ugye másképp is feljöhetnek egy ilyen vizit során. Hát általában az ilyen anyai mítosz, hogy amint megszületik az a kisbaba, akkor te rögtön érzed ezt az ilyen anyai kötődést, ugye rögtön úgy érzed, hogy egy vagy a kisbabáddal, és azért ez nem feltétlenül varázspálca ütésre történik így, nagyon sok anyukánál azért ez időbe telik, amíg ez a kötődés kialakul, és sokszor ugye, akinél ugye nem alakul ki azonnal, akkor megint ott van ez az önostorozás, az a bűntudat, mert ugye azt hiszük, hogy ez csak úgy automatikusan jön. Pedig nem, mert Igen. időbe telik, amíg mi is megszökjük azt, hogy anyukák lettünk, meg megismerjük ezt a kisbabát. Nálad ez hogy volt? Igen. Nekem maga a gondolata, hogy ezt kéne érezni, vagy nem tudom, vagy hogy maga az, hogy na én most akkor anyuka vagyok, és akkor úgy kell viselkedni, az rögtön működött. De maga az az igazi érzés, hogy az én lányom, az én, tehát még most is ugye nyilván furi mondani, mert még annyira új, vagy hogy az én gyerekem meg ilyenek. És az érzés abszolút nem igazán éreztem, szerintem mondjuk majdnem, hogy mondjuk 2 héttel ezelőttig azt mondanám, éreztem azt, hogy igen, én vagyok az anyuka, és nagyon szeretem, és hogy cuki, és hogy mindent megtennék érte. Ilyen iszonyat mély szeretet, szerelem, odaadás. Ezt tényleg nemrég kezdtem úgy érezni. Mi lenne az, amit mondjuk egy újdonsult anyukának így tanácsolnál? Esetleg valami, amit örültél volna, hogyha elmondtak volna neked, vagy most már így a tapasztalataid alapján, mi az a 3 legfontosabb tipp, amit egy anyukának tudnál adni azért, hogy ne őrüljön meg, és hogy túlélje ezt az első pár hónapot? Mindenképpen valami ilyet szerezzem be, egy ilyen gyerek hordozót. Szerintem ennél, ha ez nem lenne, én tuti megörülnék. Mert bármilyen ilyen cuki nyilván, Amila, de az, hogy nem tudnék semmit se csinálni. Meg nem tudnék házi munkát sem csinálni, ami ugye meg még rosszabb lenne. Nyugodtan vegyél olyan ruhát, ami a mostani testedre jó. Mert én úgy voltam vele, hogy hát jó, figyelj, akkor mondjuk majd a 3. hét után elkezdek edzeni, vagy mit tudom én, vagy a 6. hét után, amikor az orvos azt mondja, hogy oké, okay, minden oké, okay, de se kezdünk igazság szerint ugye edzeni, mert majd idő nincsen rá, vagy fizikailag, mentálisan nem érezzük úgy,
Tehát nyugodtan vegyél meg annak olyan ruhát, ami nagy, és nyugodtan fogadd el, hogy most L-es méret vagy, vagy XL-es, vagy akármi, mert még mindig jobb úgy felöltözködni, és jól érezni magad, és szépen felöltözködni, hogy nagyobb a ruhád, mint hogy próbálni magad belegyömöszölni az olyanba, amit be se tudsz gombolni, mert velem ez történt. Érdemes ezeken gondolkozni, ezeken az ilyen alap visszatartó gondolatokon, hiteken, hogy mi az, ami nekünk folyamatosan előjön. Ami szerintem, hogyha egy picit belegondol az ember, akkor viszonylag hamar rájön, hogy mi az, ami minden veszekedésnél egy alapgondolatom, mi az, ami minden stressz helyzetben egy alapgondolatom, és akkor azok általában azok, amik, de nyilván nem én vagyok a terapeuta, úgyhogy nem akarok ilyet mondani, hogy akkor ez majd nagyon jó működni tanács. fog. De hogy ez szerintem mindenképpen, mert ez kihat az anyasságra is, meg arra, hogy hogyan neveljük a gyerekünket. Mert ugye, hogyha későbbiekben a gyerekünk kihozza belőlünk azt a gondolatot, akkor úgy fogunk a gyerekre is reagálni. És ugye ez nagyon nehéz. Sokszor érzem, amikor ugye nagyon sír a Mila, és miért? Mert ugye fáj valamie, vagy a hasa fáj, vagy álmos, vagy éhes, ugye, és éppen nem tudjuk, hogy mi a probléma. Vagy csak éppen olyan napja van. Ha nagyon-nagyon sír, már hirtelen az jön bennem, hogy hát nem hiszem el, hogy nem hagysz nekem nyugtot, vagy valami ilyesmi. És ugye közben meg, és akkor kezdenék ideges lenni, hogy nem hiszem el, hogy minden nekem kell egyedül csinálni, ugye megint visszajön ez a hit a gyerekem meg kapcsolatban, amikor szegény, tehát hogy még ő se tudja, hogy mit csinál, ugye, hát nyilván egy kisbaba. És akkor ilyenkor van, hogy emlékeztetnem kell magamra, hogy de ő nem azért sír, mert ki akar akasztani. Vagy nem azért sír, mert hogy jaj, ő nem akarja megcsinálni az ő részét. Hanem mert hogy valami fáj neki, és én vagyok az ő biztonsága. Én vagyok az ő nyugalma. Én vagyok az, aki az egyetlen, aki tényleg úgy tud, meg tudja neki azt adni, amire szüksége van, és hogy csak rám számíthat. Bármennyire is nehéz az első időkben, főleg próbáljanak meg magukra időt szánni. Ha ez annyi, hogy úgy iszom meg a kávémat, hogy még forró reggel, úgyhogy senki ne szóljon hozzá, senki ne nézzen rám, senki ne fogjon meg, és csak mondjuk kiülök az erkére, vagy akármi, és az az 5 perc, 10 perc, vagy ha valaki tud egy órát, vagy akár egy egész napot magára szánni, szerintem az nagyon fontos, hogy legalább hetente egyszer legyen egy olyan, vagy ez az ilyen kávézós dolog, vagy valamilyen picike mondjuk naponta egyszer. Mert ezek azok, amik feltöltenek minket, és ugye pont amiről beszéltünk, hogy adni, 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 de szükségünk van arra, hogy kapjunk. Pont nemrég éreztem azt, hogy így mindenki ürült, és hogy kell, hogy kicsit akkor újra visszálljak abba, hogy na, akkor adjak magamnak, ami számomra ez egy folyamatos probléma, hogy mindig adok-adok, és csinálok-csinálok, és nem feltétlenül adok magamnak vissza, és erre emlékeztetnem kell magam, és le kell lassulnom ehhez. 1000 dolgot csináltam egyszerre, mondjuk ugye baba előtt, most meg mondjuk, hogyha egy dolgot a baba életben tartásán kívül meg tudok csinálni egy nap, akkor az már egy sikeres nap. Ezek nagyon jó tanácsok, és biztos vagyok benne, hogy tényleg nagyon sok újdonsült anyukának, vagy akik most várnak kisbabát, tényleg nagyon sokat fog nekik segíteni, mert ahogy te mondtad, amit nem tudsz, azt nem tudsz. Tehát nehéz elképzelni azt, hogy milyen lesz, amikor majd megérkezik az a kisbaba. Tényleg azáltal, hogy ilyen őszintén, és tényleg nyíltan beszéltél a tapasztalataidról, hogy neked tényleg milyen nehézségeid, milyen kis küzdelmeid voltak, meg vannak ugye a mai napig. Ez rengeteg sok anyukának segít, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy így megosztottad ezt velünk. Én is köszönöm, hogy beszéltem róla. Hát még órákig tudnék beszélni, de nagyon szépen köszönöm, meg hát nyilván remélem, hogy ez valakinek, legalább egy embernek segített. Így van, ha csak egy embernek segít, már akkor is megérte. Panninak az összes elérhetősége közösségi médián az természetesen itt fel lesz tüntetve, majd a videó leírásában is. Köszönöm.